Sziasztok! A Bowers & Wilkins nemrégiben úgy döntött, hogy beszáll a TVS, azaz True Wireless, tehát teljesen vezeték nélküli fülhallgatók piacába. És kapásból két termékkel képviselik magukat a kategóriában. Nyilván, mivel a B&W, azaz Bowers & Wilkins eleve egy prémium, inkább audiofil high-end kategóriára szakosodott gyártó, ezért ennek megfelelően a PI5 és PI7 fülhallgatók sem kis babérokra törnek. Ami azt illeti, a PI7 a jelenlegi legdrágább TVS Bluetooth fülhallgató, amivel valaha találkoztunk. A PI5 és a PI7 annyira hasonló kialakításúak, hogy ránézésre szinte nem is lehet megállapítani közöttük a különbséget. Ami már elsőre szembe tűnhet, az az, hogy a PI7-esnek a töltőtokján az akkumulátor töltöttségi jelző LED alatt található még egy kis ovális gomb, melynek funkciójára nem sokára visszatérek. Egyébként maga a töltőtok az így helyezhető el vízszintes telepen, vagy pedig értelemszerűen így elfektetve. A másik oldalára állítani nem lehet, hiszen itt le van kerekítve, ahol az akkumulátor töltöttségére szolgáló USB-C hajzat található. Mindkét fülhallgató megvásárolható fekete vagy fehér színekben. Ezt a PI5 vagy a PI7 függvényében különböző egyéb színek dekorálják. Például a PI7 esetében ilyen metálos beütésű díszítések találhatóak az érintőfelületen, illetve a töltőtok tetején. Természetesen a fedél mágneses, és itt, hogyha szabad megjegyeznem egyfajta kritikai visszajelzést a fejlesztők felé, akik nem sejtem, hogy magyarul perfektül tudnának, de én az ő helyükben egy picivel talán több extravaganciát, több prémium érzetet eszközöltem volna, hiszen a B&W fejhallgatók esetében gyönyörűséges, luxus színvonalú, már-már Pradával rivalizáló tokokat, védőalkalmatosságokat kaptunk a csomagolás részeként, és itt jelen esetben 100 ezer forintért, illetve 150 ezer forintért található egy fogsejem kinézetű műanyag doboz, ami hát nem annyira szexi. De ez nem feltétlenül baj egyébként, mert maguk a TVS fülesek meglehetősen drágák, hogyha például azt veszük figyelembe, hogy a híres nevezetes AirPods mennyibe kerül, akkor nem feltétlenül baj az, hogyha mondjuk egy repülőn, vonaton, ahol sok más ember tartózkodik, nem ordít az általunk használt műszaki berendezésről, hogy amúgy az drága. Dicséretes viszont, hogy a töltőtok teteje ilyen szép határozott mágneses pattanással ugrik vissza a helyére, és maguk a fülhallgatók is. Az a mágnes, ami berántja szinte őket, nagyon markánsan és határozottan fogja meg a fülhallgatót, tehát így szinte biztos, sőt, bármennyire sem is rázom, előbb csukódik be, mint hogy kiessen belőle a fülhallgató. Szóval azért ugyáltak a részletekre. Olyan szinten, hogy például ha megnézitek, lehet persze, hogy csak én képzelem bele, de így szemből olyan, mintha a fülhallgatónak az oldal profilja az iPhone és Android mobil eszközökön lévő csúsztató gomboknak lenne az imitációja. Ami viszont nem imitáció, az az oldalán lévő kis rácsos lemez, ami mögött igen fejlett, zajszűréses technológiával rendelkező mikrofonkészlet található, amire mi nagyon kíváncsiak voltunk, hiszen az átlagos, illetve olcsóbb TVS fülesek egyik legharsányabb Achilles-ina, legnagyobb gyengesége a mikrofon. Úgyhogy ha etéren valamit villantanak, akkor már megérte elkezdeni forgatni ezt a videót. Ne felejtjük el viszont, hogy Bowers & Wilkins termékről van szó, és azért ők nem kevés pénzt költenek nem csak marketingre, hanem a termékek fejlesztésére is. Ennek megfelelően igen komoly technológia áll rendelkezésünkre, különösen a PI7 esetében, amely nem egy, hanem két hangszórót is tartalmaz, található benne egy dinamikus egység a mély, illetve középfrekvenciák megszólaltatásához, és egy BA, tehát Balanced Amateur, vagy magyarosan szokták például rezgőnyelves armatúra egységnek is nevezni, amely kimondottan a magas frekvenciák megszólaltatására szolgál. Az olcsóbbik PI5-ös APTX, még a PI7-es APTX HD, APTX Adaptív és még számos egyéb APTX játítást alkalmaz. A lényeg az, hogy ő fejlettebb algoritmusok, fejlettebb technológia segítségével állítja vissza azt a jelet, amit a küldőféltől megkap. Mi sem gondoltuk volna, hogy ez az ilyen nem kimondottan fülbarátnak tűnő forma mennyire meglepően stabil és kényelmes tud lenni, akár hosszabb távon is. Ahogy belehelyeztem a fülembe, mivel ugye azonos formát alkalmaznak, ezért mindkét fülhallgató esetében azt éreztem, hogy olyan magától értetődően beleült, belefészkelt a füles ide a fülgerincem alatti részbe, mélyedésbe, és viszonylag stabilnak éreztem ahhoz képest, amilyenek általában a fülhorog nélküli in-ear fülhallgatók
különösen a TVS fülhallgatók szoktak lenni. Tulajdonképpen mindkét füles TVS viszonylatban az általunk eddig kipróbált legstabilabbak közé sorolható, ami azért nem semmi. Milyen jó ez a stabilitás? Futáshoz talán, bár rendszeres sportolóknak inkább javasolnánk a BMW nyakpántos kialakítású sportfülhallgatóit, amiket szintén belinkeltünk ide a videó alá. Ezek inkább általánosabb tevékenységekhez, utazás, házi munka, irodai munka, stb. Tehát ilyen nem túl intenzív testmozgással járó tevékenységek során tudják kamatoztatni ezt a viszonylag jó stabilitást. Mindkét fülhallgatóhoz jár három pár különböző méretű szilikonos fülleszték, amelynek a tapintása önmagában árulkodó, mert ilyen, nem tudom mi a legjobb szó rá, ilyen félkemény anyag összetételű szilikon, és hogy belecsúsztatjuk a fülünkbe, nem feszít, de mégis egy picit próbál megtapadni a helyén. Illetve a belsejében van még egy szivacs lemez is, amely meggátolja, hogy a fülünkből a szennyeződések egyenesen a hang kivezető csőbe kerüljenek. Ahogy korábban is említettem, a TVS fülesek egyik gyenge pontja nagyon sokszor a beépített mikrofonnak a minősége, amely az esetek kb. 90%-ában túlságosan felerősíti a környezeti hangokat, ezért a másik fél, akivel éppen beszélni próbálunk, pont azt nem érti a mondani valónkból, amit mi beszélünk, és körülöttünk minden más embernek, járműnek, becsukódó ajtónak, vízcsobogásnak, stb. A hangját sokkal hangosabban fogja hallani. Jelen esetben ez egy kicsit másképp van, hál' Istennek a BMW fejlesztői jó mikrofon készletet alkalmaztak, amely inkább a felhasználó körüli, közelében lévő részleteket próbálja elkapni a levegőben, és a távolabbi részleteket már sokkal halkabban fogja megjeleníteni. Tehát nem egy olyan túl idealizált lesz a végeredmény, hogy csak minket lehet hallani, és semmi más abszolút nem, mint hogyha az űrben lennénk, de több telefonbeszélgetés során is kiderült, hogy noha hallották a körülöttünk lévő zajokat, de nem olyan hangosan, hogy az megzavarja a beszélgetést. És ez, akárhogy is nézzük, mindenképpen pozitív. A drágábbi fülhallgató töltőtokján lévő gomb arra szolgál, hogy ha valaki például repülőgépen utazik, és szeretné a fedélzeti televíziónak vagy műsornak a hangját ráküldeni a PI7-esére, és nem a telefonjáról hallgatni a műsort, akkor a PI7 mellé jár egy USB-C-ről 3,5-es jackre átalakító adapter, azt rá kell dugni a forrásra, lehet ez nem feltétlenül repülőgép fedélzeten, lehet ez egy CD lejátszó vagy egy televízió hangkimenete is. Ezt be kell dugni az USB-C ajzatot a PI7-nek a töltőtokjába, és onnantól kezdve Bluetooth adóként fog funkcionálni a töltőtok. Ami egy praktikus extra, érdekes, hogy másnak eddig még nem jutott eszébe. Vagy lehet, hogy eszükbe jutott volna, csak akkor 150 ezer forintba került volna a termék. Nem mellesleg azt is meg lehet csinálni a PI7 töltőtokjával, illetve annak a Bluetooth adó funkciójával, hogyha nekünk van másik BMW Bluetooth fejhallgatónk, mondjuk a PX7-es, akkor azt is össze lehet kapcsolni a PI7-nek a Bluetooth adójával, de ekkor ez így meg van határozva a használati kézikönyvben, azaz egy feltétel adott, hogy a PI7-es fülhallgatót vissza kell tenni a töltőtokba, benne kell, hogy maradjon a töltőtokjában akkor, hogyha egy másik BMW fejhallgatót akarjuk a töltőtokkal összekötni. A BMW már évek óta kifejlesztett egy applikációt, ami kimondottan mobileszközeihez, illetve fejhallgatóihoz szolgál. Ezekben bele tartozik a most már a PI5 és a PI7 támogatottsága is. Az applikáción belül érintésre tudjuk vezérelni azt, hogy felerősítsük a környezetünkben lévő hangokat, minthogyha nyitott fülhallgatót használnánk, illetve az aktív zajzárat is tudjuk kibe kapcsolni, bár ugyanezt érintéssel meg tudjuk tenni a fülhallgató érintésével is. Bárki, hogyha valakinek kényelmes az applikációból ezt a funkciót elérni, akkor megteheti. Maga az app egyébként nem annyira sok rétű, tehát így lényegében ezek a funkciók vannak benne, szoftver frissítési lehetőség, ami azért nyilván előnyös, illetve érdekes inkább, hogy különféle természeti hangokat betettek egy galériába, és akkor hallgathatunk például erdei hangokat, vízcsopogást, ilyen monoton tengerparti zajokat, ami egyébként utazás, például ilyen budapesti tömegközlekedés, ami néha egy kicsit idegörlő tud lenni, során meglepően meditatív és nyugtató hatású tud lenni. Végül, de nem utolsó sorban összegezzük a hangminőséggel szerzett tapasztalatokat, hogyha valaki bővebben kíváncsi arra, hogy milyen zenével hogyan szólt a két füles, akkor elolvashatja a róluk készült cikket is, amit belinkeltünk a videók alá.
Talán nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy a PI5 és a PI7 is hozza a BMW-tól elvárt színvonalat, tehát nagy felbontású, hifis kvalitású hangokat kapunk, sok részlettel, meglepő mennyiségű és minőségű, illetve árnyaltságú basszusokkal. Mindazonáltal egészen más a felállás, hogyha PI5-öt és PI7-est kéne egymáshoz viszonyítani, és innen ebből a perspektívából kéne megközelíteni a hangminőséget, akkor eléggé komolyan viszi a prímet a PI7-es. Minél több részletet tartalmazó zenét indítottunk el, annál jobban megjelentek a BMW szakértelmére rámutató fejlettségek, felbontások, mélységek a zenében. Olyan hangélményben volt részünk, minthogyha egy hifi minőségű fülhallgatón keresztül hallgattuk volna a zenét, hiszen ezek alapvetően hifis minőségre lettek építve, tehát meg az összegért ezzel is várható. Mindazonáltal a Bluetooth feldolgozás, a Bluetooth átvitel, a kábelmentesség miatt egyfajta nyomottság, kicsi szűkösség volt érzékelhető hangszínpadban. Ez zavaró lehet azok számára, akik hozzászoktak a klasszik vezetékes hifi megoldásokhoz. Ettől függetlenül nem érdemes alábecsülni egyik fülhallgatót sem. Azt viszont fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy általános célú, vagy általános minőségű műsorok fogyasztása közben, például Spotify, YouTube, csak a jéghegy csúcsát fogjátok megtapasztalni sajnos. Tehát ahhoz, hogy a tudásuk legjavát kapjátok, elkerülhetetlen, hogy rendelkezzetek minimum Tidal szintű előfizetéssel, vagy ami még jobb, sok nagy felbontású zenével a telefonotokon. Mi kipróbáltuk Spotify-jal, és ott a Spotify hibájából eredően azt a színezettséget, tömörítettséget egy az egyben átvették a BMW fülesek, ami azért valahol az ő érdemük is, és hogyha elindítottuk a saját referencia számlistánkat, amit rajta tároltunk a telefonnak a memóriáján, beépített memóriáján, akkor egyszer csak sokkal nagyobb felbontást kaptunk, eltűnt a magas frekvenciás színezettség, és nem egy számot, a tesztelésből eredő, rutinszerű, oda-vissza ugrándozás helyett egyszerűen A-tól Z-ig végighallgattuk akár többször is ugyanazt a zeneszámot, mert annyira jó érzés volt elmerülni benne. Hogyan helyezhető el a mai viszonylatban ez a két fülhallgató? Vajon a BMW egyezetben beváltotta az ígéretét? Megéri a maga 100, illetve 150 ezer forintos árát a PI5-ös és PI7-es? Ezek mind nagyon jó kérdések, és a válasz az az, hogy attól függ. Tehát maga a zenehallgatás eleve egy szubjektív folyamat, egy szubjektív élmény. Leszögezhetjük azt, hogy a PI7-es az eddigi legjobb hangminőségű, teljesen vezeték nélküli TVS Bluetooth fülhallgató, amit eddig kipróbáltunk. Egyszerűen ennél jobb hangminőséget mi kábel nélkül még nem tapasztaltunk. Mekkora összeget lehet elkérni egy ilyen tudásért? Ha azt veszük figyelembe, hogy siván kentembe verte például a PI5-öshöz képest nem kevésbé rossz Sennheiser Momentum Wireless 2-t, akkor tulajdonképpen az a plusz 50 ezer forint reálisnak mondható abból a megközelítésből, hogy mellé nagyon jó telefonálási minőség is társul, tehát a mikrofonnak a fejegységi szintje is nagyon jó, és hogyha azt veszük figyelembe, hogy például egy Bose QC35-ér is elkérnek 100 ezer forint, vagy még nagyobb összeget, akkor ha azt veszük figyelembe, hogy egy Bose-hoz képest sokkal-sokkal kisebb méretben kapjuk meg a Bose-t leigázó hangzást, sokkal nagyobb felbontással, akkor talán érthető, hogy miért kerül ő annyiba, amennyibe. Azt leszögezhetjük magabiztosan és mindenféle hezitálás nélkül, hogy a PI7-es az eddigi legjobb hangminőségű TVS fülhallgató, tehát TVS, teljesen vezeték nélküli Bluetooth fülhallgató, amit eddig leteszteltünk. Semmi nem érte még el ezt a fajta felbontást, ezt a fajta részletességet, kiteljesedő, mély zenei élményt, amit a PI7-essel megkaptunk. A PI5-ös esetében még voltak szoftveres bizonytalanságok, és nagyon bízunk abban, hogy ezek egy utólagos frissítés útján orvoslásra kerülnek. Mindazonáltal ő pont azt a kis finomságot nélkülözi, mellőzi, ami a PI7-esben megvolt. És így nagyon furcsa úgy mérlegelni, hogy itt van nálam mindkét fülhallgató, mert én ismerem magamat, és egyértelműen a PI7-est választanám inkább. Tehát a PI5-ösnek nehéz dolga van, mert ő van abban a szegmensben, ahol a legtöbb gyártó az abszolút prémium termékét árulja. És ahhoz képest még 50%-kal drágább a PI7-es. Vajon mennyire éri meg akkor ő ezt a 150 ezer forintot? Hogyha azt veszük figyelembe, hogy vannak olyan Bluetooth fejhallgatók, amiket például a Bose és a Sony értékesít,
és azok jellemzően 100-130 ezer forintos összegbe kerülnek, és mondjuk egy Bose-hoz képest egyértelműen nagyobb felbontást, audiofülebb élményt nyújt a PI7-es úgy, hogy közben mikrofonban nem egyértelműen rosszabb, sőt, igazából nem is rosszabb, és méretben töredéke egy fejhallgatónak, akkor valahol beigazolódik az, hogy miért kérhet érte egy kicsit nagyobb összeget a BMW. Zenehallgatásra, hogyha azt veszük figyelembe, hogy a felhasználó sok zenét gyűjt, sok zenét tárol a telefonján, ami nagy felbontású, stúdió minőségű zene, akkor bármilyen paradox is, de inkább a PI7-est választanánk, és a PI5-öst pedig egy kicsit általánosabb célokra, hiszen ő eleve kevésbé magas felbontásra képes, mivel nincsen benne a BA egység, ő egy kicsit az általános prémium szintet képviseli, a PI7-es pedig már egy kicsit túl nyúl a commerce felső kategórián, már egy kicsit tényleg kacsingat az úgynevezett high-end irányba. Hogyha a videó alapján kedvet kaptatok valamelyik termék kipróbálására a kettő közül, amit én abszolút meg tudok érteni, akkor ezt megtehetitek. Mindenképpen érdemes kipróbálni vásárlás előtt bármelyikről is beszélünk, a PI5-ről vagy a PI7-ről, hiszen a TVS fülhallgató kategória még azért igencsak fejlődésben van, és figyelembe véve azt, hogy a korábbi megoldásokhoz képest most hirtelen jött egy PI7, látjuk azt, hogy még igenis van benne potenciál. Ti mit gondoltok erről? Szerintetek megállja a szintjét a PI5 és vagy a PI7? Kíváncsian várjuk a kommenteket.